újra a rovar bemutató, ezúttal a Sirius Sam 3 BFE van terítéken. Ugye korábban megmutattam a Sirius Sam 1 és annak kiegészítőjét, a 2 nem kimaradt, mert az teljesen más világ az összes másik Sirius Sam játékhoz képest, a 4-hez képest is. A Sirius Sam 3 az 2011-ben, ha jól emlékszem, jelent meg, és részben, de hangsúlyozom, csak részben volt a remake-je valamilyen szinten az első résznek és kiegészítőjének. Mert azért nagyon sok új ellenfél volt, volt pár új fegyver és új, jó sok új helyszín, és nagyon sokat újítottak a játék fizikáján és grafikai minőségén természetesen. És a humor is talán még erőteljesebb lett, mint az első részben volt, de azért nem mondom azt, hogy átütötte azt a bizonyos határt, tehát azért ez egy akciójáték is volt bőven, és egyáltalán nem könnyű ez a rész sem, sőt, bár mindig azt mondom, hogy az első rész meg a kiegje az nehezebb, de a harmadik rész azért rohol a nyomában. Ugye itt is Kairóba kezdünk, Egyiptomba, viszont itt most a fővárosban, ilyen romhalomba, gyakorlatilag ami ott maradt. Egyszer egy tutoriális vezet a történetbe is, ilyet meglátjátok részben az engine újdonságait. Kicsit néha ilyen tech demo feelingje van, ezt hozzá kell tenni, mert részben ezt a játékot is magát az engine-nek ezt a harmadik, azt hiszem a harmadik verzióját, ilyen tech demo-ként is kezelték ekkoriban, és vitában reprezentáltak vele egy csomó dolgot. És kicsit a kairói indulás is nekem ilyen tech demo feeling volt, tehát élveztem végül is, de mégis azt éreztem, hogy ez erőteljesen tech demo. Aztán a következő pályánál például a fényárnyék hatásokat tech demozták nekünk gyakorlatilag egy adott szekvenciába, bár egyébként a textúra méret, illetve textúra mérési nem a legeslegjobb mindig, de a fény, árnyék és a különböző hatások, effektek elég jók voltak már akkoriban ebben a játékban. És hát itt is nagyon sok szörny van. Tehát olyan nagy mennyiségű tömegjelenet van néha, hogy hihetetlen, hogy mennyi embert kell megölni. Úgyhogy talán ebben még durvább is olykor, mint az egy. Mert a technikai lehetőség adott is ezt ki is használja. Mondjuk a 4 az utolsó egy-két pálya még durvább volt talán, de ott sokszor csak volt, hogy az átvezetőkben voltak jelen, vagy a háttér volt berakva, akár 50-100, de nem így igazán real time, ha jól emlékszem. Bár valamire azt mondták, hogy real time, de azt hiszem 5 perc volt az egész játékban, tehát, és az is elég nehézkesen volt megoldva. Itt viszont nagyon sokszor van az, hogy ilyen 100-200 ember így rád zöllik, tehát hihetetlen. Na, aztán ugye eljutottunk a törött szárnyak, illetve a Nizsgóhegy című helyre, ezek ilyen, illetve pályára, ezek ilyen keményebb menekülős, némelyik majdnem időre menő dolog. Aztán a Vas a felhő felett, azt hiszem itt volt az első boss, ha jól emlékszek. De aztán lehet, hogy csendes rostálóban volt, valamelyik kettő közül. Ezek az alcímek, ezek a pályán a neveig lefordítva magyarra. Egyébként magyar felirattal is kijátszható, aztán most van majdnem az összes. Lehet, hogy a negyedik rész meg nem, de majdnem az összes Sirius Sam. Aztán a sötét híd, az alvilág hatalma, ezek kicsit nehezebb pályák voltak, mert kiesni a napot. Kicsit látjátok is, hogy hosszabbak is voltak. És igazából itt térünk át a Núbia elveszett temploma részre, ami egy kicsit más hangulat, kicsit ilyen babilóniai abban, annak ellenére azt még az is egyiptomhoz tartozik, meg egyiptomi rész, de valahogy ez a kicsit zöldebb, kicsit más hangulatúbb rész, és kicsit könnyebb is egyébként, meg rövidebb. Az utolsó ember a földön című rész az kicsit ilyen pánik hangulatot ébresztett, mint hogyha tényleg érezzük, hogy jön a vég kezdete. És aztán jön az időőrzője első rész és a második, tehát a vége. Ez gyakorlatilag az utolsó pály és a boss harc igazából a játékban. Összességében talán egy picit azt mondom, hogy a 3 rövidebb, mint az 1-2, ha jól emlékszem. De legalább akkora élmény, tehát tényleg nagyon durva volt. Néha azt mondtam azt, hogy azért ez már tényleg szemcsiktelenül sok ellenfél, de ha jó, használjátok a fegyvereket és a skilljeiket, meg használjátok a power-upokat, amiket lehet néha ezeken a helyeken találni, akkor le tudjátok verni. És ugye hát ez nem olyan, mint a Doom Eternal, hogy ugrálni is kell közben, meg azért a gép az nincs százszorosan felgyorsítva. Vannak olyan ellenfeltípusok, amelyek gyorsan haladnak és futnak, ott a kamikáza itt is ugye, hogy lehetne sorolni egy csomó más, de ez megoldható, tehát nem az emberi teljesítményen túl gyorsítják szerencsére ellentétben az Eternal-el. Úgyhogy aki szerette az egyet, és a kiegészítőjét, és mondjuk később a 4-et, de a 3-t kihagyta, akkor ne hagyja ki most már. Fotója be, ezt tudom mondani, búcsúzom tőletek, sziasztok!